A brit kormány egy hét múlva feloldja a koronavírus járvány terjedésnek megfékezésére elrendelt még érvényben lévő utolsó jogi korlátozások nagy többségét, jelentette be az egészségügyi miniszter. De továbbra is javasolja egyes elővigyázatossági ajánlások betartását, például a maszkok viselését zsúfolt beltéri helyszíneken. A korlátozásokat legközelebb szeptemberben vizsgálnák felül. A brit miniszterelnök a döntést azzal indokolta, ha most elhalasztanánk a nyitás negyedik fázisát szeptemberre vagy későbbre, azzal akkora tennénk az újranyitást, amikor hűvösebbre fordul az időjárás, valamint a tanév kezdetére. Úgy a vírus természetes előnyre tenne szert, mivel az iskola terjedésének a természetes terepe. A koronavírus delta variánsának egyre gyorsabb terjedése miatt Emmanuel Macron, francia elnök, szigorításokat jelentett be. Az egészségügyi dolgozók számára kötelezővé teszik a koronavírus elleni védőoltást, valamint ősztől megszűnik a PCR-tesztek ingyenessége, hogy az emberek az állandó tesztelés helyett inkább beoltassák magukat. Csak azoknak marad ingyenes, akiknek az orvos felírja. A francia kormány a 100%-os átoltottságra törekszik, eddig a lakosság 40%-a kapta meg mindkét oltását. A görög kormány itt szigorít. Csak a koronavírus ellen beoltott emberek mehetnek be az éttermek zárt tereibe és a kulturális rendezvényekre, jelentette be Kyriakos Mitsotakis miniszterelnök. Azt is közölte, hogy kötelezővé teszik az oltást az idős ápolásban dolgozók számára. Akik ezt nem teszik meg, azokat augusztus 16-ától felmentik a munkavégzés alól. Az egészségügyi dolgozók számára mind a köz, mind a magánszférában szeptember 1-e a határidő. A jövőben kiterjesztik az oltási kötelezettséget a sorkatonákra is. A kormányfő kiemelte, a görög kórházak intenzív osztályain kezelt páciensek 99%-át nem oltották be. Az utóbbi 10 napban ismét megugrott a fertőzöttek száma Görögországban a járványügyi korlátozások lazítása nyomán.